Na csajszikám, olyan szépen ülj, mint eddig, kicsit fújta, nem voltál még 10 perce volt a utoljára, ugye, vagy több, így valahogy. Annyi elég regenerálódni, hajna. Na gyerünk szépen egy jó galocsárét. Úgy koncentrálsz lovacskádra, ugye nem kapjuk még össze őt, mert csak szépen kentrézünk. Ez a utazó sebességet fölvesszük, nem markolásszuk, leteszi magát, halad. Figyelek a pozícióra, a többi lovasra, mindenre. Olyan, hogy csak utazok így simán, nem figyelek semmire, olyan nincs. Mindig valamire, szemem mindig jár, kezem is, ha kell. Indulunk egy kicsit, begyorsulunk. Igen, összekapom automatikusan egy picit. Na, hogy menjen egy kicsit. Kapd össze a cilát, markolázd meg. Gyűrd meg, csajszikám. Mert egykezes is, tudod? Egykezes, azaz, hátra is nézek. A kezem közben ott marad, egy küldöm előre. Most a jobb kezeddel gyűrjed közben. Nagyon jó volt, úgy. Megint kettőt is, megmarkolom. Stamina, kitartás, nem rossz, szerintem jó, gyerünk, fáradt hölgyem, jó van, lassítunk egy kicsit, jó lesz, jó van, nem kínozlak, nyomtad azért már anyadik mellett, jó van, kikentrézünk viszont, ilyenkor meg tudsz pihenni, ha valaki ügyesen csinálja ezt, amihol most megyünk, pihenni tud, el tud menni 6 órán keresztül. Mert sokat a felső testeddel meg tudod támasztani magad a jó nyakánál. Illetve a kezed által a felső testedet. Lábacska a kengyelben van, úgyhogy pihenő. Oké, köszönöm. Jó, nekem tetszett.